Sziasztok! Most egy olyan különleges funkcióját mutatom meg ennek a programnak. Itt a neve, GPS tervező programnak, aminek az a neve, hogy útvonal optimalizálás. Mit jelent ez? Amikor több címet adok meg egy kezdőpontból, itt vagyok jelenleg, ide irányít a GPS vevő erre a pontra, mert be van kapcsolva az antenna, és megadok több helyet, ahova kell mennem. Megadom a 1-es címet, 2-es címet, 4-es címet, 3-as címet. Ezt az útvonalat úgy fogja megtervezni, amilyen sorrendben megadtam. Tehát amikor az 1-est adtam meg, akkor az 1-esre megy, 2-est adtam meg másodszor, akkor a 2-esre megy, 3-ast adta meg harmadszorra a 3-asra megy, 4-est a 4-esre. Tehát így fog menni. De hogyha nem ilyen sorrendben adom meg, akkor a megadás sorrendjébe. Tehát vagy így, 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 így. Amikor optimalizálom, a legrövidebb utat fogja választani. Tehát mondjuk ebben az esetben, mondjuk tételezzük föl, hogy itten utcákat nem veszünk figyelembe, a legrövidebb utat. Elmegy először az 1-esre, hogy ezt az utat a legrövidebb útvonalon tervezi meg. 2-esre, 3-asra, 4-esre. Ha sorrendiséget adom meg, akkor ugyanúgy elvisz a 4 címre, de a kilométer mondjuk lesz 80 kilométer. Ha optimálisan tervezi, akkor lesz 70 kilométer, és így 10 kilométert meg tudunk spórolni. Ezt hívják útvonal optimalizálásnak, amikor a megadott címeket a legrövidebb úton határozza meg, és nem a beadás sorrendjében. Tehát én egy térképről nem tudom eldönteni, hogy melyik címre menjek először, ami nekem optimális. Ezt kiszámolja a GPS. Ezt nevezik optimalizálásnak. Na kérem szépen, most kipróbáljuk, és beadunk egy csomó címet, és megnézzük, hogy akkor hány kilométer, és optimalizálás után hány kilométer és hány perc. Ide megyünk az útvonalbeállításokra, létrehozás, és a jelenlegi GPS pozíciót használjuk kiinduló pontnak. Ha nem ezt akarjuk használni, hanem egy másikat, akkor ki kell kapcsolni a GPS vevőt, és a zászlóra kell kattintani. Tehát mi a jelenlegi pozíciót használunk, mert innen indulunk, és innen megyünk több címre. És utána visszajövünk ide, jó? Erre a címre. Tehát csinálunk egy körfuvart, mondjuk 5 címmel, jó? Elmegyünk ide a Árpád utcába. Oké, választás. Megnyomjuk a plusz jelet, és kiválasztunk még egy címet, mondjuk elmegyünk Abdára, jó? Abda, utcanév, milyen legyen az utca, igen, házszám, kész, tovább. Menjünk el, mondjuk hova, Ménfőcsanakra, plusz, címkeresés. Ménfőcsanak. Oké. Utcanév. Oké. Házszám. Kész. Tovább. Mondjuk ez hány? 1, 2, 3, na még egyet adjunk meg. Megnyomom a pluszt. Most azt válasszuk ki az Cucor Gergely utcába. Oké. Tovább. És utána mit válasszunk ki? Válasszunk ki a jelenlegi GPS pozíciót, ahol vagyunk, a telephelyünk címét.
mindegy. Beírom a jelenlegi címet. Oké, tovább. És akkor hány címünk van? Innen indulunk, 1, 2, 3, 4, és visszaérkezünk az 5-re. Megtervezzük. Földutakat is érint, de nem érdekel bennünket. Indítás. Megnézzük, hogy ez hány kilométer, és hány perc. Méghozzá így. Útvonal áttekintésre kapcsolunk, és megjelenik az egyebeket. Úti tervre megyünk. És ez egy normál úti terv, egy részletes úti terv van, de mi a normálra megyünk, ez egy összesítő. Összesítésre megyünk, egy összesített úti tervet választunk, és itt mutatja, hogy a sorba beadott címekre mikor érkezünk, és hány kilométert kell menni, és a végén mennyi időre érünk oda. Tehát ez 10 óra, 57-re tudjuk teljesíteni, és az egész út, ez 50 kilométer lesz, és 1 óra 18 perc alatt tudjuk teljesíteni. Ha azon az útvonalon megyünk, amit sorba adtunk be. De most mi optimalizáljuk, jó? És megnézzük, hogy akkor mennyi. Tehát jegyezzük meg, 50 km és 1 óra 18 perc alatt tudjuk teljesíteni. 50 km, 1 óra 18 perc. Vissza, útvonal szerkesztés, megnyomjuk az egyebeket, és itt lehet választani útvonal pontok optimalizálása, útvonal optimalizálása. És mind a kettőt megnyomjuk egymás után, tervez, és optimális útvonalat választott. Indítom is, és megnézzük, hogy mennyit nyertünk. Menü. Megjegyeztük az előbb, hogy 50 km 1.18. Áttekintés, egyebek, úti terv, és ide van írva, hogy 20 km, és 0.41 óra, tehát 41 perc alatt teljesítettünk. Megspóroltunk 30 kilométert, és 38 percet. Tehát ez jelenti az útvonal optimalizálás, főleg olyanoknak jó, akik több címre visznek egy nap egy településen árut, ezeknek nagyon sokat jelent ez a funkció. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!